Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A Videoton ellen játszó első NB1-es meccsét a kisvárdai futballcsapat. Újabb nemzetközi versenyt nyert Amsterdamban Szikszai Róbert. Az Imrő Fiumei edzőpáros irányításával készül a sényői futballcsapat. Bazsó Bruno a Nyíregyháza Blue Sharks első nyári szerzeménye. Új tréner és 5 új játékos érkezett az NB3-as nyírbátori focistákhoz. Szombaton a Videoton ellen játsza a fennállása első NB1-es mérkőzését a kisvárdai futballcsapat. A bajnoki rajt előtti hagyományos szurkolói ankétot csütörtökön tartották Kisvárdán. Nem volt időnk felkészülni, ugye az őszi szereplésnek köszönhetően már tavasztal körvonalazódott, hogy az NB1-be juthatunk. Tetemes előnyünk volt, és ezt sikerült is megtartani, ezért már a tavasz során, január-februárban elindultunk a játékos keresés útján, és tudtuk, hogy milyen posztokra kell, tehát ez azért jelentős előnyökkel is járt, és azt is tudtuk, hogy milyen erőt képvisel az élvonal. Több mérkőzést megnéztünk, velük is játszottunk a Magyar Kupába, Ferencvárossal, a Puskással, tehát test közelből is tapasztaltuk az erősségüket. Én úgy érzem, hogy a jelenlegi erősítéseink azok a célnak megfelelőek, a terveket mindenképpen tudtuk teljesíteni. Ha az imént mögöttem mutatott transfer market értéket, a csapat értéket veszük figyelembe, akkor elmondhatom, hogy eredményesen és jól dolgoztunk, mert az NB1-ben a negyedik legmagasabb értéket képviseljük a játékosok értékét figyelembe véve, amely nem rossz, de nyilván ez nem párosul azonnali helyezéssel, vagy nem lehet teljesen adoptálni. A következő időszakban meglátjuk, hogy milyen gyorsan tudjuk majd ezt a jó anyagi lehetőséget csapattá, pontokká gyúrni majd. Én úgy érzem, hogy azok a játékosok, akik pedig az őszi vagy a tavalyi keretből maradtak, azok is meg fogják ütni az élvonal szintjét. Egy homogén társaság jött most létre. Vannak még olyan játékosok, akik nem érték el azt a szintet fizikailag, mint az alapcsapat, ők is rövidesen már utolérik, és akkor még nagyobb konkurencia, azt lesz, még nagyobb merítési lehet lesz majd a mérkőzéseken a vezetőedzőnek. Mi a hivatalos célkitűzés, mivel lennétek elégedettek a bajnokság végén? Véleményem szerint a 8. hely az nem irreális elvárás. A támadósorban, ha sikerülne még vagy a sérültjeinek, a Horváth Zolinak, illetve a Szászának, aki még gyengébb, jó állapotba kerülni, meg a Goszinak, akkor meg lenne a megfelelő variációs lehetőség, akkor talán nagyobb az esélyünk. De most is meg vagyunk, én bízom benne, hogy nem a kiesés veszélye fog minket végig fenyegetni, habár mint tavaly is látjuk 6-8 csapat ott volt azon a határon, amely egyik fordulóra, másikra akár pozíciót és cserét és a kieső helyre kerülhetett. Ugye nem is az élcsapatok közé, mert azért az első, kettő, első, három talán az játékos állomány tekintetében kilóg. Ugyanakkor itt nem csak az a lényeg, hogy most bennmaradunk, vagy középmezőnybe helyezkedünk el, természetesen a hosszú távú célok miatt ez nagyon fontos, hanem hogy egy olyan brandet, egy olyan klubot tudjunk majd létrehozni, amit már eddig is helyeköze sikerült, ami tartósan a magyar futball térképére helyezheti a Kisvárát. Én azt gondolom, hogy az egész klubot kell figyelembe venni, a stadionostól, a szurkolóstól, a csapatostól, illetve városostól, ezt mondhatjuk, és ez a célunk. Ráadásul az utánpótlásunk is most már az utóbbi időben olyan szintre emelkedett, amely teljesen az ország elit akadémiához hasonlít és közelít. Ez a modell, ami jelenleg nálunk van, én azt gondolom hosszú távra biztosíthatja a kisvári klubnak, a futballklubnak a jövőjét. Új osztály, új stadion, új szabályok, melyek ezek közül a legfontosabbak, amelyeket a szurkolóknak ismerniük, tudniuk kell? A szabályok talán inkább a biztonságtechnikai részre vonatkozóan változtak. Ugye beléptető kapus rendszerünk van, kötelező azonosítás van a sporttörvény miatt, minden egyes szurkolónak át kell ezen esnie. Jelentős különbség, míg az NB2-ben egyszerű jegyvásárlással be tudtak lépni, most már mindenkinek azonosítania kell magát, amelyet jelentősen megkönnyít a klubkártyának a kiváltása, meggyorsítja a jegyvásárlási folyamatot, illetve már a jegyértékesítésünk azért online felületeken is elérhető, tehát a 21. századi módon bárki be tud lépni most már a rendszerbe, és akár a Budapesten is meg tudja vásárolni a mi mérkőzésünk előre a jegyet, és hát egy olyan kényelmi pozícióból nézhet meg egy előadás szinte, amely eddig szinte elképzelhetetlen volt nálunk, nem voltak fedett lelátóink, most már mindenhol
gyönyörű WC-k vannak, azért az illemhelyeinket meg lehet tekinteni, a büfénk ott van, szórakozhat, mint egy színházban lenne, és remélem, hogy ez a közösségi élmény is, ami ott a stadionon belül lesz, az is majd egy olyan hatást gyakorol a szurkolók, hogy a következő, azt követő és a majd azt követő mérkőzésre is visszakívánkoznak. Ilyenkor általában minden edző azt mondja, hogy jó lenne, ha még lenne néhány hét a felkészülés, jövőre hát a naptár könyöltelen, kezdődik a bajnokság. Mennyire sikerült elvégezni azt a munkát, amit eltérveztél néhány héttel ezelőtt? Erre én azt mondom, hogy nem kell ezzel foglalkozni. Ennyi idő állt rendelkezésünkre, ezt kell megoldani. Nyilván nem keresünk a kifogásokat, hanem a megoldást fogjuk megkeresni. Oké, 10 új játékosunk van, kell szokniuk egymást, mert ugye különböző kultúrákból érkeztek. Azt gondolom, hogy lépésről lépésre haladunk előre, de egyértelmű, hogy majd a mérkőzések fogják hozni az igazi összekovácsolást, lehetőleg a sikeres mérkőzések. Azok a legjobb kovácsoló erők. Az NB2-ben általában dominált a csapat minden mérkőzésen, ez már az NB1, itt milyen játék lehet az üdvözítő? Itt nyilván mindegyik csapat annyit tud játszani, mint az ellenfele enged, és azért látjuk, hogy ebbe a 12 csapatos bajnokságban bármi előfordulhat, bárki bárkit meg tud verni, ugyanúgy, mint a másodosztályba, és hogyha egy kicsit valamelyik csapat nem figyel. És látjuk azt is, hogy az első osztályban, ugye a két csapat kivételével, a Ferencváros és a Videóton kivételével, a többi csapat azok cserégették a helyüket a szezon közben. Volt olyan csapat, amelyik harmadik volt, egy-két vereséggel már mindjárt tizedik lett. Tehát akár kieső pozíció volt, utána dobogó pozíció, utána közép mezőnybe végzett. Tehát itt minden pontnak nagyon nagy jelentősége van ebbe a 12 csapatos bajnokságba. Azon leszünk, hogy gyűjtögessük a pontokat. Az első lépést egy nem könnyű ellenféllel szemben, a bajnoki címvédő Videótonnal szemben lehet megtenni idegenben. Mivel lennél elégedett? Mivel lennék elégedett? Hát győzelemre. Győzelemmel lennék elégedett, abszolút. De nyilván ezt tudjuk, hogy nagyon nehéz, és ugye 4 olyan csapattal játszunk, aki most nemzetközi kupában játszik, tehát tavaly ők voltak az első 4 helyezett. És az egy kicsit nehezít is a dolgunkat, hogy azért majdnem mindenik mérkőzést idegenbe játsszuk. De azt gondolom, hogy a pályán nekünk meg kell próbálni olyan fegyelmezetten egy olyan teljesítmény nyújtani, amelyikkel sikeresek tudunk lenni. Nyilván ha fontos az is, hogy a csapat hogy játszik, de elsősorban én azt gondolom, hogy a játék mellett az eredményesség az a legfontosabb. Hétvégén jön az első meccs, a felkészülés lassan véget ért. Nagyon sok új játékos érkezett, hogy néz ki, milyen csapat alakul? Nagyon sok változás volt a keretben. 10 játékos távozott, már 10 új játékos jött. Sokkal jöttek külföldről, akik nem beszélnek még a magyar nyelv teljesen. Még nyilván idő még kell összeszoknunk egymásig, de jó úton haladunk, úgy gondolom. Vannak az érkezők között brazil srácok is, ők hogy érzik magukat Kisvárdán? Igen, minden rendben amúgy velük, szeretik itt lenni. Igazából brazilok minden jó, mindenhol jó hely neki igazából, boldognak élni, azon nem lesz probléma velük. Túl vagyunk 4 edző meccsen, ugye mutatott játék alapján már nem ez a lényeg, milyen Kisvárdára lehet számítani, milyen lesz a csapat szerinted. Ez már nem az NB2, ez az NB1. Hát igen, ez a más kávéháza, ahogy szoktak mondani. Nyilván az edző meccs, ezért önre még nem lehet látni igazából, hogy ilyen a csapat. Úgy gondolom, hogy a következő 2-3-4 fordulóta már lehet tudni valami, hogy állunk. Újabb nemzetközi versenyt nyert Szikszai Róbert. Az Európa-bajnokságra készülő nyíregyházi diszkoszvető Amszterdamban végzett az élen. 64-68-at dobtam, ami az eredmény szerintem ilyenkor nem rossz, mert edzésből érkeztünk erre a versenyre, már külön nem pihenünk rá csak az Európa-bajnokságra. Elég erős mezőny volt a másik helyezete, egy jamaikai 65 méteres egyéni csúcsra rendelkező srác, az harmadik pedig egy német fiatal volt, akinek 64 méterre van. Még egy hollandát volna, aki 67 méteres egyéni csúcsra rendelkezik, a verseny előtt melegítésnél megsérült, ő nem vállalta a versenyzést is. De valószínűleg ilyen 62-63 méteres formában ő is volt. Mekkora önbizalmat az, hogy az utóbbi versenyeken azért nagyon erős nemzetközi mezőnyben átdobó körbe és jó eredményeket érsz el? Ez is lett volna a lényeg, amit szerettünk volna elérni már évekkel ezelőtt, hogy ilyen szintű versenyeken részt venni, és így úgymond az EB-re is tudok úgy indulni, hogy már versenyeztem velük, nem lesz az, hogy ekkora nevekkel ott először fogok találkozni. Gyakorlatilag így hetente, 2-3 hetente azért
hasonló magas szintű versenyzőkkel tudok versenyezni, és ez mindenféleképpen egy nyugalmat ad már. Az Európa-bajnokságig még egy versenyed lesz a hétvégén Veszprémben. Oda milyen célra utazol? Most tudtuk meg a rajtistát, hogy Göválgozol és Huszákán nem indulnak, valószínűleg sérülés miatt. Így egy jó eredményt szeretnék dobni, egy 62 méteres eredménynek már örülnék, de mivel este lesz a verseny 3-4-8-kor, amit én szeretek, én akár egy jobb eredménybe is bízok. Utána mi lesz a program az Európa-bajnokság, ami ugye augusztus első hétvégén kezdődik? Szombaton lesz most a versenyben Veszprémben, hétfőtől pedig Tatára utazunk edzőtáborozni. Onnan hazajövök egy pár napra, rá pedig már indulunk ki az EB-re. Cixai Róbert már biztos EB részvevő, Kerekes Dóra még kijuthat az EB-re, kezdjük az előbbivel. Mennyire vagy elégedett jelen pillanatban Robi formájával? Jelen pillanatban ugye élesítjük a formát, úgy tűnik, hogy nagyon jó állapotban van, tehát úgy, ahogy terveztük. Az, hogy mekkorát fog dobni, azt most így előre nehéz megmondani, hiszen nagyon színvonalas lett utóidőben a diszkoszvetés, főleg Európában, hiszen a nagy diszkoszvetők Európában versenyeznek. Hogy sablonosan mondjam, az időszaknak megfelelő állapotban vagyunk. Kerekes Dórának 56 métert kellene dobni a hétvégi versenyen, milyen esélyt látsz erre? Így van. Hát sajnos ugye ez egy nagyon nagy probléma, hogy mindig a szintért kell harcolni. Igazából erre képes. Az, hogy most ebből két versenyből, ami most hátul van, hogy sikerül-e megdobnia, az a pillanatnyi helyzettől függ. Ugye Robi nyugodtan hátradőlhet ilyen szempontból, hamar teljesítettük a szintet, és akkor már csak a felkészülésre koncentrálni. Most Dóra esetében a szinteljesítésre kell koncentrálni, 50-50%. A harmadik élversenyzőt, Káprál Jánosra milyen versenyek várnak, ugye ő nem jutott ki a kontinens viadalra? Lesz még egy nemzetközi Balatonbajnokság, és lesz a Superliga döntő, illetve a Csébén döntő. Nagyon meghatározó embere a nyíregyházi csapatnak. Számítunk a jó eredményre, hiszen a csapatverseny és ott az egyéni teljesítmények összeadódnak. Cixai Robi utazik az Európa-bajnokságra, de még előtted is nyitva a kapu. A hétvégén kellene 56 métert dobnod. Milyen formában vagy, milyen reményekkel várod a Veszprémi versenyt? Úgy érzem, hogy jó formában vagyok, jól mennek az edzések, és ugye idén már dobtam 55-01-et, úgyhogy bízok benne, hogy hétvégén kijön a forma. Milyen ellenfelekkel szemben lépsz majd dobókörbe? Márton Anita ugye a legnagyobb ellenfelem, ő sajnos most sérült, úgyhogy nem is fog indulni. Váradi Kriszti van még, illetve Zsiga Kinga, illetve még a fiatalok, akik vannak. Ilyenkor mi a nagyobb a nyomás, vagy pedig a feldobottság, hogy ott a lehetőség, hogy kiutaz Berlinbe? Eddig nyomás volt rajtam, úgy érzem, de már próbálom élvezni a versenyeket, és akkor úgy vagyok vele, hogy ha már ennyi munkát elvégeztem, akkor majd ki fog jönni. Az Imrő László, Fiumei Viktor edzőpáros irányításával készül az NB3-ra a Sényi futballcsapat. A megyei első osztályban bajnoki címet szerző együttesnél nem volt nagy játékos mozgás. Kettő távozó játékosunk volt a Habultság Bercalan. Nyíl Gyulajon folytatja, és a Burics András ő Tiszaújvárosba igazolt. Négy új érkező játékosunk van, Kristófi Sándor, Kazincz Balcika, Hadházi Dávid Sopron, Fekete Tamás Nyírbátor, és Márton Andris Tiszaújvárosból érkezett hozzánk. Fiatal társaság van, gyakorlatilag a társaság egy része egy régi baráti társaság, gyerekkori barátok együtt nevelkedtek akadémiákon. Szerintem nem leszünk rosszak, egy egymásért küzdő csapat leszünk, akik mindent meg fognak tenni azért a pályán, hogy lehetőség szerint minél több pontot, illetve pontokat szerezzenek a mérkőzések folyamán. Ezen a héten napi két edzéssel készül a csapat. Mi a augusztus elejé bajnoki rajtig a program? Hétvégén Kazincz Balcikára megyünk, edzőmérkőzést játszunk az MB2-es Kazincz Balcikával, nekik ez a fő próbájuk. Jövő héten szervezés alatt van még kedre egy edzőmérkőzés Hajdunánással, hazai pályán, és jövő hét szombaton 10 órától tájával játszunk a fő próbát. A megyei első osztályban ilyen nagyszerűen szerepelt a csapat, kiemelkedett a mezőnyből, megnyerte az amatőrkupát is. Mi az elvárás a csapattal szemben a szurkolók részéről, hogy látod? A szurkolók részéről az elvárást igazából még nem tudjuk. A vezetőség a biztos bennmaradást és tűzte ki nekünk célul, illetve azt, hogy egy olyan csapat menjen ki a pályára idegenben is, aki nem feltartott kézzel fog megjelenni a mérkőzéseken. Gondolom azért figyeltétek, vagy nézegetitek már az ellenfeleket, milyen lesz ez az MB3-as keleti csoport, mennyire lesz erős a mezőny?
A mezőny szerintem erős lesz, az új csapatokat ugye azokat nem nagyon ismerjük még, bár onnan is van már egy-két információnk, a régi csapatok pedig ugye két-három csapat, az tudunk, aki azzal a célra vág neki, hogy megnyeri a bajnokságot, ugye, úgyhogy biztos, hogy erősebb lesz szerintem a bajnokság, mint a tavalyi évben volt az NB3-as bajnokság. Lehet-e már tudni, hogy hol és ki ellen kezditek a bajnokságot? Gyöngyösen kezdünk idegenben. 4-én valószínűleg szombaton játssza Gyöngyös a hazai mérkőzéseit, bár még a pontos leírás nincs meg, hogy szombat vagy vasárnap, de mi a 4-ét gondoljuk a szombatot. Az Ibrányi szereplésedet követően egy tiszaújváros és egy kazincbarcikai kitérő után tért le vissza ismét a megyébe, a Sényi NB3-as csapatához. Mi szólt a váltás mellett? Igazából nagyon jó emlékeim vannak Sényőről. Egyik jó barátom által sokat voltam így gyerekkoromban. Jó perspektívát vázoltak fel elém, aztán úgy döntöttem, hogy hazajövök, és itt szeretnék focizni. Túl vagytok már jó néhány edzésen, néhány edzőmeccsen is, vagy látod, milyen lesz ez a csapat? Ugye a megyei első osztályban nagyszerűen szerepeltek, tavaly megnyerték az amatőrkupát, úgyhogy gondolom nem kicsi az elvárás az NB3-ban sem. Nagyon jól igazoltunk, alapból a csapat nem megy egyes szintű volt, hanem szerintem NB3-as szintű. Ketten érkeztünk, azt hiszem NB2-ből, meg NB3-ból megint ketten jöttek. Szerintem stabilak leszünk, aztán én meglepetés eredményt várok. Magadra szemben mi az elvárás? Minél több gólt és gólpaszt tudja kiosztani. Megvan a Nyíregyháza Blue Sharks első nyári szerzeménye. A 23 éves, 195 cm magas, szombathelyi nevelésű Bazsó Bruno legutóbb a Jászberény csapatában szerepelt. Olyan játékos szerettünk volna, majd a nevét is megmondom mindjárt, aki az A csoportban játszott, illetve az A csoportban kevés játék lehetőséget kapott, és esetlegesen a B csoportban több játék lehetősége meg tudja mutatni azt, hogy érdemtelenül kapta ezt a kevés játékpercet. Nagyon bízom benne, hogy ezt nálunk bizonyítani is fogja. Bazsó Brunónak hívják őt. Ő Szombathelyen nevelkedett Váradi Attila kezei alatt, és annak idején a korosztályos bajnokságokat végignyerték ugye a Váradi Benedek és Perzoli társaságában. Jászberényben játszott tavaly. Nagyon bízom benne, hogy itt nálunk valóban azt a arcát fogja mutatni, amit annak idején még az U18-as válogatottnál én is láttam, amikor segítőedzőként dolgozhattam velük. Egy új játékos igazolásán nem csak a játéktudás, hanem a személyiségjegyeket is meg szokták nézni. Ráadásul itt egy összezogott közösségbe kell beilleszkednie, milyen fiatal emberről van szó. Valóban így van, hogy meg kell nézni ezt is. Amennyire én személyes tapasztalataimra hagyatkozhatok, akkor ő egy nagyon közvetlen, barátságos és jól dolgozó játékos. Ként viselkedett az U18-as válogatottban, nem hinném, hogy ez az idő alatt megváltozott, és mindenféleképpen azért garancia számunkra az, ahogyan a Váradi Attila neveltjei vagy gyerekei szoktak viselkedni, és ahogyan szoktak mozogni a pályán. Ők úgy gondolom, hogy egy jó kosárlabda kultúrában nevelkedtek, és szerintem jól be fog tudni illeszkedni ide a mi csapatunkba. Az, hogy egy összeszokott társaságba kell majd beilleszkednie, az alapvetően a célunk is volt, mert az elmúlt években azért dolgoztunk, hogy legyen egy olyan magunk, legyen egy olyan társaság, akihez lehet hozni játékosokat, akikhez be lehet illeszkedni, és akik remélhetőleg utat fognak mutatni azoknak a játékosoknak, akik ide érkeznek hozzánk. Egy távozóval, ugye Nagy Krisztián személyben most már van egy érkező Bazsó Bruno, távozik esetleg még valaki, akár tanulmány, akár mások miatt is, hány érkezővel kalkuláltok még? Valóban Nagy Krisztián mellett Farkas Dani is távozni fog a csapattól, őt valószínűleg Budapestre vették föl, nagyon jól tanul a kosárlabda mellett, nagyon sajnálom, hogy el fog menni tőlünk, én örültem volna neki, hogyha itt marad velünk továbbra is, egy tehetséges, ügyes és jó szellemű játékos ő, sok sikert kívánok neki, remélem, hogy fogja folytatni a kosárlabdát, mert nagyon nagy kár lenne, hogyha nem tudna ugyanolyan szinten kosárlabdázni, mint ahogyan azt nálunk tette. Bízom benne, hogy sok sikert fogja érni majd a kosárlabda pályán is a tanulmányai mellett. Még szeretnénk mindenképpen egy igazolást magas posztra, magyar játékost, és egy légióst is kell keresnünk. A légiósban alapvetően nem indultunk még el ebben az időszakban, azért mindenki bízik még a nagy szerződés reményében, és mi nem szeretnénk fölöslegesen, nem mint a tudnánk, de fölöslegesen sok pénzt fizetni egy játékosért, illetve szeretnénk megnézni azt, hogy milyen magyar magáll össze, egy kicsit megnézni a csapatnak a
a szerkezetét, a esetlegesen a hiányosságait, és ha ezek megszületnek, vagy látni fogjuk jobban, hogy hová kell egy légiós, akkor fogjuk eldönteni, hogy pontosan milyen posztra is érkezzen. Alapvetően a tavalyi évben kicsit problémának találtuk a palánk alatti játékunkat, akár lepatanó megszerzésében, vagy akár ponterősségben, és mindenképpen szeretnénk a palánk alatt erősíteni a csapatot. Szó volt, vagy szó van egy külföldi szakember érkezéséről, és ezen a téren mi a helyzet? Valóban így van, az akadémiai akkreditáció elő is írja egyébként egy külföldi edzőnek, külföldi képzőedzőnek az alkalmazását. Ő, hogyha érkezik hozzánk, a Nyíregyházi Sportcentrum színeihez érkezne, de természetesen, ahogyan látjuk, az Élsport Kft. És a sportcentrum munkája az teljesen egybefonódik. Úgy gondolom, hogy az mindenféleképpen jó, hogyha az utánpótlás felnőtt csapattal összhangban, szimbiózisban tud dolgozni. A kiválasztása az még folyik. Nem könnyű megtalálni azt az embert, aki a legjobban tud illeszkedni a szerkezetünkbe, vagy a struktúránkba. Bízom benne, hogy a közeljövőben meg fogjuk találni azt az embert, aki erre alkalmas. Ha nem, akkor ezzel a stábbal fogunk dolgozni. A jövő héten tartjátok a képzőtáboratokat, milyen az érdeklődés? Úgy gondolom, hogy ahogyan tavaly is elég sokan jelentkeztek, ez ebben az évben is így van. Kicsit néhányan idegennek fogadják ezt az elnevezést, képzőtábort, ugye a nyári táborban általában nem megbántva, inkább gyerekmegőző jellegű táborokhoz vannak hozzászokva az emberek, ez nem az. Szeretnénk egy kicsit megmutatni azt a fiataloknak, fiatalabbaknak, hogy hogyan is néz ki a felnőtt csapat munkája. Szeretnénk megmutatni azokat a módszereket, ahogyan szoktunk dolgozni, és remélem, hogy egy picit itt a Continental Arena légköre is megfogja a játékosokat, és nagyobb elhivatottsággal, ha lehet még nagyobb elhivatottsággal fogják folytatni majd a kosárlabda edzéseket és kosárlabda pályafutásukat, mint ahogyan azt eddig tették a gyerekek. A csapat július 30-án kezd a felkészülés, te viszont nem leszel itt az első részakban, hiszen a U18-as válogatott csapatvezetőjeként az EB-n leszel. Milyen esélyekkel utaznak a srácok, hol tart most a felkészülés? Ez mindig nagyon nehéz, hogy milyen esélyekkel utaznak. Ugye nem könnyű belülni azt, hogy egy utánpótlás válogatott az ellenfelekre gondolván milyen erőt képviselnek itt. Igazából inkább azt tudnánk meghatározni, hogy az adott országok kosárlabdája milyen színvonalon van, és ebből lehet valamilyen következtetést leszűrni. Az utóbbi időben egy kicsit kevesebbet voltam, Kecskeméten voltam az U18-as válogatottnál utoljára. Ők edzőmérkőzéseket játszottak a hétvégén a lengyelek ellen, most hétvégén szlovákok ellen fognak edzőmeccseket játszani. Ezek a mérkőzések nem sikerültek rosszul, győzelmek is voltak, úgyhogy bízom benne, hogy majd az Európa-bajnokságon is lesz. Várom, mert a tavalyi Európa-bajnokság is nagyon magas színvonalú volt, és sokat lehetett tanulni, akár a hazai, akár az ellenfél csapat játékából. Új edzővel készül a bajnoki rajta a nyírbátori futballcsapat. Három játékos távozott az együttestől, érkezett viszont öt új fiatal futballista a Nyíregyháza Spartakusztól. Tehát Szirágyi Krisztián vagyok. A nyírbátori futballszurkolók ugye már nagyon jól ismernek, mert ugye három évet futballoztam itt a Bátor színeiben. Jelenleg itt tanítok a nyírbátori magyar angol két anyelvű általános iskolában, és mellette ugye most az a megtisztelő feladat jutott nekem, hogy irányíthatom a Nyírbátor FC-t. Edzői pályafutásom ugye itt a Nyírbátori FC-nél az utánpótlásnál dolgoztam, és mellette volt egy felnőtt csapatom Nagydoboson, ahol elég szép eredményt értünk el, ugye egy vereséggel bajnokságot tudtunk nyerni. Ezután is sok sikert kívánok a továbbiakban a Nagydobosi Labdarúgó Sport Egyesületnek. Mint minden csapatnál, Nyírbátorban is még nem alakult ki a képlékeny a keret. Kik távoztak, kik érkeztek és kik érkezhetnek még? Igen, itt is kialakulóban van a keretünk. Fekete Kincel és a Rossz Elők távoztak, és ugye történt egy szorosabb együttműködés Nyíregyházával, aminek köszönhetően 5 U19-es játékos érkezett hozzánk. Őket még teszteljük, de valószínű, hogy a csapat, vagyis valószínű, hogy le fogjuk őket igazolni. Sárosi Máté, Gajdos Gergely, Kovács Erik, Fehér Martin és a Szegedi Bence érkeztek Nyíregyházáról. Vannak folyamatosan próbajátékosaink, teszteljük őket, aztán még vannak hiányposztjaink is, de reméljük, hogy mire kezdődik a bajnokság, kiegyensedünk és
és az elképzelt kerettel tudunk nekivágni a bajnokságnak. Nyilvántól lehet azt mondani, hogy bár voltak ilyen időszakok, nem is az előző bajnokságban, amikor picit a veszélyzónához közel került egy stabil középcsapat, volt az NB3-ban, ez a cél? Igen, ismét ez a cél. Ugye ez nagyban függ majd, hogy a keret hogy alakul, de úgy érzem, így ahogy kezdek megismerkedni a srácokkal, hogy ugyanezt a célt nyugodtan kitűzhetjük magunk elé. Nem az első nyári felkészülésedet kezdte, de mennyire várják a futballisták ilyenkor ebben a jó időben, hogy izzadhassanak a pályán? Akármennyire ilyetlen, tényleg nem az elsőt kezdem, de mindig furcsa egy picit azért visszatérni, mindig valami újdonság jön a felkészülésbe, most is így történt, hát persze vártuk már, azért elég hosszú szünet volt nekünk, de az első hét azért nehéz, nem azt mondom, hogy mindenki nagyon várja, de egy-két hét után már minden sokkal jobb. Ilyenkor minden csapat még alakulóban van, milyen lehet a következő szezonra ez a nyírbátori együttes? Szeretnénk ugyanazt a teljesítményt nyújtani az előző évben. Én azt gondolom, hogy egy jó középcsapat tudunk lenni. Igazából konkrét célkitűzés még nincsen, mert ahogy említettem is, a keret azért még formálódik, utána a keret végleges lesz, utána lehet majd konkrét célkitűzést megfogalmazni. Milyen bajnokságra lehet számítani? Ugye a Csényő csapatának személyében van egy felkerülő megyebeli együttes, a Szolnok az NB2-ből esett ki, és akik figyelemmel kísérik, azt mondják, hogy az NB3-as színvonala is emelkedett az elmúlt években. A színvonala szerintem, mióta én itt játszom, az hasonló, talán egy picit mindig jobb, de nem is azt mondom, hogy a színvonal annyira magas, hanem nagyon sok hasonló csapat van. Most nem is tudnák olyan csapatot kiemelni, aki azt mondom, hogy biztos, hogy bajnok esélyes, mert szerintem a Szolnok biztos, hogy fiatalokkal fog nekivágni, ahogy mondogatják. Aztán így nem nagyon lehet említeni senkit szerintem, aki biztos, hogy bajnok esélyes lesz. Ugyanolyan bajnokságra számítok, mint az utóbbi 2-3 évben, hogy marha szoros lesz az eleje, a vége, úgyhogy nagyon-nagyon lutri lesz az egész. Egy-egy győzelemmel nagyon nagyokat lehet lépni, de egy-egy veressége viszont szerintem nagyon nagyokat lehet bukni. Magadtól mit válsz? Magaddal szemben mi az elvárás? Minél tovább focizzak, azért, hogy már beszéltük, hogy tényleg nem ez az első felkészülésem, de remélem, hogy nem is az utolsó. Szeretnék ugyanolyan stabil játékot bemutatni, mint amit eddig, és remélem, hogy sok-sok évig a csapat hasznára tudok még lenni. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!